Egy élő fa a maga érdekében terem leveleket, hiszen azokon keresztül lélegzik és veszi fel az energiát a naptól. A levelek adják a fa koronáját és szépségét. Az élő fa ugyanakkor főként mások érdekében terem gyümölcsöt, amely táplálékot jelent a méheknek, a rovaroknak, a madaraknak és az embereknek. A fa tehát azért terem levelet, hogy jót tegyen önmagával, míg gyümölcsöt azért hoz, hogy mások javára legyen. Mint Jézus tanítványa, arra kapok meghívást, hogy gyümölcsöt hozzak, és ne csak leveleket. Ez pedig Istenbe gyökerezés nélkül nem lehetséges.